ahogy mondtam, a fölöp fúró spirálnak az aljában vagy egy csapóajtó van, ami elzárja a fúrás közben a betonnak a csövét, hogy ne menjen bele föld, vagy pedig egy dugót tesznek bele, ami mindig benne, amit a beton kinyom, aztán benne marad a földbe, vagy néha csiga kihozza. De az így néz ki. Egy ilyen fémlap, amin egy ilyen műanyag van, ami a műanyag ilyen... Mutatom, hogy hogy néz ki, így néz ki. Fémlap és egy ilyen három galléros műanyag van rajta, ezt alulról így felnyomják bele a csőbe, és amíg fúrja lefelé, addig ez megakad el, hogy a föld belemenjen a csőbe. Picit felhúzza, a dugó ezt a beton kilöki lefelé, és utána töltik már betonnal, ennyi. Néha ezt kihozza a spirál, látszik, hogy néz ki. Látszik, hogy nem, ugye? Megpróbálom közelebb hozni. Ez egy vaslap, amire egy ilyen műanyag rá van csavarozva, csavarral. Egy 10-es csavar van rajta, egy anya, egy alátét. A csavar az rá van hegyezve innét, vagy ilyen, nem is tudom, mert egy patent lenne, vagy egy szegecs. Nem sima hatlapú csavar, és rá van csavarodva, de a műanyag itt belelökik alulról fönt fölfelé, fújja lefelé, ugye a föld nem tud belemenni a csőbe, ezt a beton kilöki, azt ennyi. Így néz ki. Egész nap, azt mondja, most van 13:40, idáig megraktam összesen 3-at, most bejött egyszerre 3. Hol járnak ezek? Meg hogyan? Fele tudja.
kezelés van, fuvarjuk. Nem tudom mennyire látszik, hogy van ez a betonpumpa itt előttünk. Nem a mixerről beszélek, a fordulódobról, hanem ez a Premier van a ráírva az oldalára. Ebben belül van egy hatalmas nagy dízelmotor, és ez nyomja a betont a fúrógéphez. Nem is ezt akarom mutatni, hanem az alul a vonórúdnál, a vonórúd is gyakorlatilag rá van építve két csőre. Két cső van ott egymás mellett, és a vonórúd arra van ráépítve, plusz van ott ilyen U-alakú cső, kettő. Na most az a két vastag olyan 150 mm átmérőjű cső, az a két dugattyú, ami tolja a betont. Az ilyen hosszú. Az a végétől idáig előre lóg, előre jön a vonó rudig, hát olyan 3 méter hosszú, 2-3 méter hosszú dugattyú az, ami tolja a betont. És ez olajnyomással működik, ahogy elnézem. Ez a két cső működteti, amely itt a végén van. Igen. De felváltva működtek, amikor az egyik toll, a másik szív, és utána aztán fordítva. Majd megkeresem a videót már, amelyik ezt bemutatja, hogy hogy működik. Profi vagy, barátom. Az anyám úristen itt. Ez igen. Ez igen. Király vagy. Óriási király vagy, barátom. Ez igen. Jó, hát gyönyörű a jószágod is. Nem ma kezdte a szakmát. Hogy így kell előadni. Kérem szépen. Gyönyörű ez a jószág azért. Ezt mondja, hogy ST Chels LTD.
oda van írva az ablak mögé, hogy a szállító 1921-től, tehát ez a cég, ez a szállító cég 1921-től létezik, közel 100 éves. 3 év múlva 100 éves lesz ez a cég. És ez egy rengeteg ilyen céget látok itt, mindenféle boltokat, üzemeket, gyárakat, szállító cégeket, szállítmányozó cégeket, amik ilyen 80-100 évesek, 150 éves, 200 éves cégek. Hát jó, hát ő neki kimaradt 50 év kommunizmus, azért önálló, ez egy kicsit más műfaj. 1921-től létezik ez a cég, kérem szépen. Gondolom, apáról fiúra száll. Hát igen. Neki kimaradt 50 év kommunizmus. Azért azt megnézném, hogy ez a szállító cég 1921-től idáig, hogy milyen járműveken keresztül jutott el eddig a Volvoig. Hogy milyen járművekkel szállítottak 21-től, 1921-től. Az lehet az igazán érdekes. Gyönyörű. Csodaszép. És mérhetetlenül profi.